Jó reggelt kívánok! Indul a kedd. 8 óra van. Megindulunk, mert 8 óra 30-as a felrakó. Ide 18 km, 21 perc. Az éjszaka jól telt. Én jó, üdvös van. De itt már jó idő volt. Ütöttem végig. Úgyhogy semmi problémám nem volt. Úgyhogy nekiindulunk. Tovább megyünk még az A9-en. Újra tervezés. Nézem balra. Biztos, ami ziher, tartsunk balra. Megyünk vissza az A9-re. Hogy lehet lecsalogatni egy félkarú szőkenőt a fáról? Integetsz neki. Nem tudom, hogy esette valami vagy nem, de a ott kocsi tetejéről a szél fújja le ezt a fehér teret, havat, nem tudom, hogy mi volt ez. És a nap is erőködik már, mert itt a baloldali dombon már a hegybetőt már süti. Na szóval 6 km-t megyünk most még itt a pályán, és akkor utána marad még egy 12 bund lesz. És aztán megyünk Leuvenba. Leuvenba. Voltunk már ott, éjszakáztam is ott, már nem, enni a cégnél még ott nem voltam. Remélem könnyedebben megtaláljuk, mint tegnap estit. Tehát ilyenekből is tanul az ember. Lehajtunk az autópályáról. Traboknál, 400 méter. Majd megint itt vannak ezek a két és felesek. Célforgalommal lehet menni arra, mert majd kíváncsi leszek, hogy itt szólnak hozzánk. Hajtsunk le az autópályáról. Nem nagyon szabad uhajkodni, mert ilyen mínusz 3 fok. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, hogy melyik kijáraton menj ki, de nem tudom. És most látjuk szembe azt a hegyet, amit én az előbb mondtam, hogy bal oldalon már süti a tetejét a nap. Gyönyörű. Mínusz 6 fok van. Legalábbis ezt mutatja a hőmérő. Hát ott is ott a beállítani tilos, de hát... Második kiárat lesz, Pubi, a körforgalomban. Megnézzük mindjárt, hogy mit mutat, vagy mit is ír. Azt írja, hogy a második kiárat, az. Félforgalomban enged erre. Jó vezetsz. Akkor mehetünk. Megöttünk a páromkő is bejött erre. Elég könnyűek vagyunk, nincs rajtunk súly. Ezért könnyebben megcsúszik az autó. Egy kicsit tisztább a kép.
most tök olyan. Ha egy rohadt GPS vételt sem tud biztosítani, akkor én most mit kezdjek? Ezek azért megnyugtató látványok, amikor jön szembe egy-egy kamion vagy nagyobb autó. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil autókban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Mert akkor azért az jelent valamit, hogy lehet ezen az úton jönni nagy autóval. Hát tegnap ugyan nem mondtam, de hát ott volt valami karácsonyi vásár, vagy nem tudom én mi, amikor ott az emberek sütöttek, főztek, aztán ott kellett elmenni mellettük. Itt pedig a tó már be van fagyva. Már lassan lehet rajta kocsajázni. Most ilyenkor jó előre érdemes szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk arra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesznek gyülekedés, ahogy mellettünk az ifának, minden mindegy, mert ha az egészet rommá tetszik törni, az is 10.000 forint anyagköltség. Önnek meg ugye hát nem, bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most balra tartani, és utána nincs anyázás. És szembe csodákat lát az ember ismét csak, gyönyörű, hogy megsüti a napot a hegyeket, nagyon szép a táj. Gyönyörű. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek. Bizony. Hát ez a balra tartunk, ez megyünk tovább egyenes. Még ez a célforgalom ott van, addig jó vagyunk. Tartsunk balra, az jó. Megyünk Leovenbe. Jobbra kellene tartani. Jobbra, komolyan. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzódni. Most megint bekeveredünk valamilyen. De nem, szerintem ez már jó lesz. Ne gyere be GPS-szel című műsorba, akkor azt már gyönyörű lesz meg, hogy nem toradjak a témát. Németben például ennyivel egyszerűbb a történet, ott azért elég jók a címek. Itt már azért elő-elő fordul. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Így van, és itt jobbra tartunk, ott már itt van, feltűnik a település neve, ahol megyünk. Lassan húzódj jobbra. Mi van? Átfestjük az autót pirosra. Belül. Mondtam már, hogy a kompot nem bírom, hogy arra nem menjen soha. Hogy jó, most nem is fenyeget, csak hogy egyáltalán eszedbe se jusson. Rátértünk a 115-ös aljegy főútra, ezen megyünk 2,7 km, 4,3-ra pedig már ott lesz a cég.
csodás helyeken járunk. Már most egy kicsit szürke minden. Ugye nincsenek olyan színek, nem süt be ide a nap. A mínusz 6 fok ez azért így tartósan megvan. Annyira nagyon nem tetszik. Ott fönn az a templom, az viszont tetszik. Az ott gyönyörű. Azt szépen felépítették oda. Jön egy körforgalom. Milyen helyes kis körforgalom következik? Azt nagyon szépen feltették oda azt a templomot. Körforgalom az, ami most következik. Kedves utasaink, a második kijáraton majd ki kell belőle jönni. Oké. Na most a második kijárat, az a jó. Jön egy körforgalom, hagyd nézzem, apu! Hey, de jó, kicsit. Nem csak arra érkezünk a felrakóra. Valamelyik, mert ez itt már nagyon bassz. Most nekünk valami ilyet kell keresni. Ez a hasonló, mint a linci. Lincre is ilyen főztalpinkba kell menni, és akkor ott... Szerintem ez is lesz az bizony. Nagy valószínűséggel megérkeztünk. Van egy körforgalom, azt megfordulok, aztán inkább ott fogok megfordulni mindig be. De szerintem ez egy körforgalom. Már ami jön, úgy örülök. Az első kijáraton kell majd kimenni, de mindegy. Szóval, hogy körforgalom. Na, aztán majd balra. Remélem én ezt. Szerintem nem itt van a bejárat, hanem ott, ahol én akartam bemenni, úgyhogy oda bemegyek. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Jó, kiterek! Köszönöm. Ott
attól, hogy van körforgalom, ne ott forduljunk be, hát akkor tényleg én is így csinálom, nem onnan fordulok be, hanem innen. Kávéval ide kell állni, akkor ide beállunk a sorba. Sor 7 áll mennünk, akkor itt megállódok és oda bemegyek, meg a biztos. Nagyon jó helyen vagyok. Semmit nem látni hátul a tükörbe, mert nagyon sütelen. Megérzésre megyünk. Reméljük, hogy senki nem megy neki. De jó, hogy senki ha lehet. Szeretnék, de bejön mellém. Menelő lenne. Na, hát egy kicsit arrébb kell mennünk, a 6-os kaput kell megkeresni, ez a 7-es. A 6-ost azt mondták, hogy itt el kell menni az első négy jobbra. Elpróbáljuk. Ott van Viktor 6. Akkor mégiscsak jó helyre hozott a navigáció, de hát nem néztem. Mindegy, hogy itt már jó helyen vagyok. Torzex, ezt mondták nekem. Na és akkor itt vagyok. Ez gyönyörű. Mondtam, még itt beszélgetni is kell, hogy olassak. Mondják, nem jó helyen vagyok itt. Valahogy a másik irányba kellett volna menni, de hát ott volt egy 5 tonnás tábla, úgyhogy azért volt furcsa nekem, hogy oda azért nem akarnék bemenni. Serdülni. Akkor olyan tudnék élni. Aha, értem már jó. Oda bemegyünk.
Hogy? Én oda veszély fenyeget, hogy megsüllyedek, én ezt már még egyszer nem játszom. Volt egy nagy luk. A pörgésgátló az dolgozik rendesen, de úgy néz ki, hogy felhúzza. Ott kell-e menni? Hát az... Hát ezt nem hiszem már. Arra kijárat van. Akkor elmegyek ide, szerintem visszatol. Hogy arra jó. Várom. Na, elmegyünk erre, megnézzük itt újság. Biztonságért nem csipog, de... Tényleg itt már látom egy kollégát, hogy ilyen egy helyre bejön. A rakodási zóna. Meg kell állod? Na mindegy, megnézzük. Keresünk itt valami hozzáértőt. Korompó fölnyílott, be kell állnom a helyére. A rakodás megvolt. Azt mondták, menjek oda. Az iroda mellé és ott kötözzek le. Na, a lekötözés fogja munka megvolt. Nincs GPS vétel! Felmondok! Hát jó zsíros kanyarunk lett. 1200 kiló. Az, hogy váltunk a pozitúrát? Oké, te mész a mosogatóhoz, én meg fekszem a kanapén és fingok. És ezt kell vinjük most. Állt Hoffenbe. Újra tervezés. Körforgalom, 4-es kijárat, majd ott. És akkor most kihatolunk innen a
fősztalpinnak a sín rakodójából. Felrakás vége van, indulás van. 11 óra, jól elment az idő vele. Szerintem kijárat arra van, hát amerre jöttünk, szerintem arra ki is tudunk menni. Nem gondoltam, hogy ezen az úton kell bejönni, mert ugye arra aszfaltozott volt erre, meg ez a földút, hát azt hittem, hogy ide azok jönnek, akik rakodják ezt a... Nem is tudom, mik vannak itt. Talán szén, vagy mi ez? Nem tudom. Fogalmam nincs. Ez szép nagy telep. Szép helyen van. Ugye először, ahova bementem, ott meg ezeket a tekercseket csinál, vagyis ilyen drótot. Vasdrótot, acéldrótot. Hát itt az út minőségéből gondoltam arra, hogy nem ide kell jönni, mert hát ez egy kegyetlen út. És mégis. Hát mondjuk nézhettem volna itt a... mert kimutám rakni az írva rendesen. Hát azért ki van jelölve, csak... A körforgalomban majd a nullás kijáraton, aztán lesz az 1-es, a 2-es, a 3-as és 4-es. Én voltam a figyelmetlen természetesen. Ja, itt most megint gombot kell nyomni valószínűleg. Na, azért csak sikerült. De jobbra! És tudod, mi lesz utána? Körforgalom. Oh, körforgalom! Imádom! Az első kijáraton kell meg kimenni. Ha ön japán lány, akkor írjon levelet, csak érthetően mondom, mert ha japán, akkor nem beszél jól a magyarul, gondolom. Please write me a letter yakso@yakso.hu. Ezt nem értem, hogy tudják ennyire kiszámolni. Az a lerakási időm, hogy 1 óra. 11 óra 10 van. 112 km van, és a navigáció 1 óra 47-re teszi. Vagyis pontosan 1 órára érkeznénk oda. Ezt hogy tudják így kiszámolni, én nem értem. Mondjuk hatalmas zsugarok voltak, mert láttam a papíron rá volt írva, hogy rakodási idő 9-től 11-ig. Nem, bocsánat, 9-től 10. Hát ilyeneket raktak ránk, ilyeneket. Mondjuk látszik ott a videón talán. Hogy most haladunk, megyünk, és akkor megpróbáljuk ezt 1 óráig a címre eljuttatni. Mind az a cég, a jobb oldalon. Érkezünk Leobenbe. Itt is van egy bejárat. Hát mi már meg vagyunk rakva, hál' a jó Istennek. Négy szál vasat viszek, 1200 kilót. Hát végül is mégse üresbe megyek el odáig, és ott meg szerintem majd pindit fogok kapni, ami
az irány lesz Németország. Ez azt hiszem egy nagy üst, amiben vasat melegítik. Ez még mindig a cég, ez egy jó nagy cég, ez a Bőrsztalpil. Állást. Valami jobb szakmát szeretnék, mint ami lehetnék telefon vagy akármi, majd mindjárt jobbra megyünk. Jól látom egy stadion. És akkor itt most támadjuk az S6-ot. Hello, szép fiú. Mindjárt jobbra. Megyünk Klagenfurt felé, S6. És akkor S36, és akkor utána megyünk a szokásos 317-esen. Neumarkt felé, és úgy érünk be a Hattonfenbe. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Ott éjszakán van. Körforgalom jön, és momentán nem tudom, hogy majd hol kell kimenni. Hát egy kis Leobeni városnézés. Felvételeket titokban készítettem, úgyhogy ezért nincs alá komment nagyon. Meg ezért lett fél rövidke az a rakodás, de hát így ment végig. Minden négy szállat így rakták föl. Milyen szép kis templomok van itt. Nem is egy, rögtön kettő. Táblákat követve jobbra fogunk menni az S6 felé. Na, megpörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kimegyünk az egyesen, már hogy az első kiárat, amit a pense lett itt volna. Ezt mindig így csinálom. De tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön!
Ez egy szép kis város ez a Leóban. Szép helyen van. Körforgalomba érünk, itt a fogpiszkálógyár mellett. Lágyanfúd százból kezdünk nekünk. Második kijárat lesz, Pubi, a körforgalomban. Második kijáraton futunk kifelé. Jobbra. Bicikli! Bicikli! És akkor az S6-ot támadjuk. Nem tudom, hogy a mobiltelefonok mit rohagyják fel az orrukra. Azon kívül, hogy plusz produkciójuk, hogy hangfalakra rá tudnak szólni ilyen tipikus szarzörejt, azon kívül én nem is megjelenségek. És hogy le tud fagyni? Hát, most mondd meg őszintén, én mikor fagytam le utoljára? Azért ez ilyen navigációs ez. Vagy hát nagyon kínos, amikor. Na de hát, az nem én vagyok. Majd próbáld meg, próbálj ki dolgokat, tudod? Jó, kétségtelen mondjuk, hogy én nem fogadok menet közben hívásokat, és nem váltok cellát 300 km/h-val. Na és, ő meg erre van, gyorsabb is a processzora, és még így is gyorsabb processzorral ő sokkal többször tud lefagyni, és lassabb a menürendszere meg minden. És beszél az annyit? Hát beszél az? Mikor beszélgettél utoljára mobiltelefonnal? Már hogy magával a készülőkkel? Na tehát itt vagyunk az S6-on. Megyünk rajta 40 km, és aztán letérünk, hogy elérjünk a Neumarkti központot, és onnan aztán irányhatunk. Nagyon szépek a dombok errefelé is. Megyünk be a hegyek közé, de nem sokára térünk le. Jaj, jó lenne, hogyha mondjuk egy kicsit balra tartanánk. Ezt tényleg puszta jó szándékból mondom. Mert én látom már a térképet, nem akarom még terhelni. Egyébként szerintem össze is zavarnánk önt ezzel, meg ha most hirtelen azt mondom, hogy balra, akkor ki fogja rántani a kormányt, és megdövünk mindannyian. Nekem szétgurulnak az alkatrészeim, így el, ez jobban zavar engem, mint hogy ön megmond el. Tehát tartsunk egy picit balra. Tehát átérünk a 317-es számot. Elhagytál az S36-ot. Éppen, nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel még tudom, mert én végül is egy viszonylag strapabil utóban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Menjünk át ezen a gyönyörű völgyhídon. Nagyon szép. Nagyon tetszik ez a rész is. Tök óvatosan érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormányt az ifára, akkor nem én voltam. És akkor áthaladva rajta balra tartunk. Onnantól kezdve megyünk a
317-es számúton a Dronfen irányába Neumark felé. Érdemes balra tartani. Tornatanár utolsó mondata. A gerelyeket dobjátok ide. És aztán itt véget ér az autópálya, és kezdődik egy kis bungeszezés a 317-en. Amint, hogyha mennénk végig, akkor kiukadnánk a telephelyhez. Van egy kilométerünk, van még vissza a Dortmundig. Ezt egy órának írja a navigáció. Ami annyit jelent, hogy ugye egy kilométert egy óra alatt, vagyis egy perc alatt, az 60-as átlag. És ha ez így lesz, akkor bizony pontosan 13 órára odaérünk. Hungaroring! Van balra ez a nagy ágy. A reklám. Rész volt, mert én már villogó zöldön jöttem át, de még mögöttem, hát, szerintem 100 méterre még jön a kamion, az még át. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül?
tapasztalhatjuk el se fényet. Kilométerünk van a lerakóig, ami 40 percnek felel meg, 12 óra 10 perc van, ha itt már odaérünk, az nagyon-nagyon megfelelő lesz nekünk. Mennek tudatában nyomjuk meg. Érkezünk az egyik kedvenc részemhez, de itt lesz a kanyar után. Ez már itt az. Vízeséssel, itt lesz a vízesés. A völgyhídszerű. Ott van a sziklákkal. Most értelünk a Neumarkba. Hogy megnézzük, hogy olvas-e még a patkány. Piros tenünk balra. Aztán jön a 30-as zóna. Megnézzük a belvárost. A fa tetején felálló farokkal ül a patkány. Tomduska szerintem, de a patkány. Akarsz csinálni egy 300 ezer fölötös számlát? Feltétlenül nem. Ismét csak a szép részhez értünk. Az ilyen részek tetszenek nekem nagyon, nem győzöm hangsúlyozni. Itt van ez a kis, mondom, szerintem ez vízimalom lehetett, még annó. Itt aztán zúghatott lefelé a víz, ami meghajtotta a malmot. Csak azóta már szétszették. Kettő fok van kint, nincs az a nagy hideg, de azért már sincs. Nem is bánom, csak tartson ki még egy hetet. Mert szerdán aztán véget ér az év. És aztán kezdjük a januárt majd, nem tudom hányadikával még az nem tisztázódott le. Én úgy gondolom, hogy 10, de lehet, hogy lesz 4 negyedike lesz belőle. Már azt keveselném egy kicsit.
És akkor most. Adóknak le. Mérünk egy kicsit. Önnek elkódoltam az egész autóját. Ahhoz, hogy megadjam a kulcsot, a bankszámlára kellene átutalni egy nagyobb összeget. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan, fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Mi köze van a Mikulásnak Piroskához? Hát a Mikulás Piroska bátyja. És akkor most itt megyünk 4 kilométer, hogy aztán 7 kilométerre pedig lerakjuk ezt a 4 szál sínvasat. Megtaláljuk ezt a céget. Annyira szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy legalább világosan. Már érkezünk is a Adhofenbe. Innen még 4 kilométerre írja. Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön! Ez inkább idegbeteg. Megint egy ipari védeséget kellett találni. Szerintem annál már voltam. Keresztül zúgatunk itt a városon. A körforgalom az, ami most következik. Kedves utasaink, a második kijáraton majd ki kell belőle jönni. Köszönjük, barátom, pályáknak a körforgalom közöttön. Na most a második kijárat, az a jó. Ó, emberek, ugye, mindenre. Milyen helyes kis kínai tranzisztorral jöttem össze itt bent, a dobozban. Körforgalom jön. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Mindenből az ipari zónába jelünk vissza. Ó, oh, körforgalom, imádom! Az első kijáraton kell meg kimenni. Itt is szép a karácsony. Földíszítették jó nagy gömbökkel. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Menjünk vissza. Majd. Van a Tilli, ami nagy valószínűséggel megnyerjük. De nem, még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Vissza.
összerakásnál. Kicsi koromban, amikor úgy eldölt, hogy végül GPS leszek, mert hülye voltam ahhoz, hogy PDA legyek, akkor én már arra vágytam eleve, hogy majd körforgalmakat fogok mondani, hát gyönyörű szó, körforgalmakat. Te mit csinálsz úgy az életben egyébként, amikor mondjuk nem vezetsz? De fogunk szerintem visszajönni. Hogy majd ma... Balra kell majd menni. Igen, itt most azt hiszem lemegyünk azon a lejtős részen és ott kell visszafordulni. Voltam én már itt ezen a... gyárban. Ebben a gyárban. Nem vittem a zsákos dolgokat, ha minden igaz. Elég nagy. Igen, oda lemegyünk és ott lesz már. Nem tudok lemenni, az biztos. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni. Majd. Lemegyünk majd balra. Visszakomporítósan. Ugye ott szemben van egy 3 méteres híd, ezt kellett kikerülnünk nekünk. Ezért volt ez a nagy körbe. Balra kell menni. Aztán érkezünk lassan már a célhoz. Fáj egy gyomrom. A következő utcán nem, a következő utcán nem, hanem a második utcán jobbra megyünk. És utána, hirtelen, megérkezünk. Igen, szerintem itt van a nyár. Igen, ezt már írja is. Nekünk 150 méter múlva bemegyünk. És majd ott mondom nekünk valamit. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy bekanyarodni tilos. Innen bekanyarodni tilos. Meg kell fordulnunk valahol. LKV azt mondja, menjünk arra, és akkor meg kell fordulni. Innen bekanyarodni tilos. Pedig ide jöttünk. Valahol meg kell forduljunk. Szoktam, már talán kétszer megfordultam, hogy itt a garázsor kerültem meg. De szerintem ott a parkolóba is meg lehetne. Hát mégis mindegy. Valahogy meg kell oldani itt a megfordulást, és azt így lehet a legkönnyebben nekem. Thank you.
Na kérem, és akkor megérkeztünk. Innen viszont már lehet balra kanyarodni. És akkor becsomagolom, azt megmondják, hogy hol lesz a lepakolásom. Megérkeztem. Na kérem. Megmondták, hogy ide kell menni ehhez a ZM jelű helyre, és itt kéne lepakolni. De hát itt, hogy hol, azt még nem tudom. Meg fogom kérdezni, más nem lesz. Szépen félreállódok. Mondjuk itt már vannak valami vasdarabok. Hadd simogatom meg a buksi fejecskédet. Újra tervez a bácsi. Jó? Jobbra majd máskor megyünk, most balra. Újra tervezek. Tudod mekkora meló? Na tehát lepakolásunk megvolt. Most aztán indulás van, banám. Ödös egy ember vagy, újra tervezek. És akkor most megtámadjuk a 317-est. Hogy balra kell majd menni. Majd. Oda néz, egy csík fákból. Azt az utasítást kaptam, hogy sürgősen menjek a Vert 3-ba. Hát akkor én most sürgősen megyek a Vert 3-ba. Önnek elkódoltam az egész autóját. Ahhoz, hogy megadjam a kulcsot, a bankszámlámra kellene átutalni egy nagyobb összeget. Úgyhogy akkor mi most sürgősen megyünk a Vert 3-ba? Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Nem tudom, mi volt már megint. A kedvenc sorozatom egyébként az Euréka. Na jó, csak gondoltam, hogy dumáljunk addig, megismerjük meg egymást. Euréka, szoktad nézni? Szerdánként volt, hát most egy darabig nincs, szerdánként volt. Este később. Hát és akkor most a 317-esen vagyunk. Robogunk a Verka fenyők így, ahogy belepi őket a dér. 4 fokban pedig, mert ugye nem a napsütötte oldaluk, de valami pazar látvány. Nagyon szép. Mindjárt megpillantjuk a telephelyünket. És előtte belassulunk egy picikét, mert van ott egy működő kapipax.
nekünk a felrakon kell lenni. Balra itt a telephely, jobbra pedig itt a Traffic Box. Steindorfeles telephelyen csak Steindorfelesek nincsenek. Balra megyünk, élesen. Jobbra kellene egy kicsit csalni, aztán meg majd balra élesen. Itt most jobbra legyalunk. És itt pedig balra élesen. Menjél szépen balra, jó? Mert mondja a bácsi, élesen. Hihetetlenül élesen kéne most balra kanyarodni, komolyan. Jó, most a Szentbonáthoz megyünk, meg is itt a munka. Elfogadtam. 15 óráig van Tundel Max. Felrakása 14-22. Az, hogy váltunk a pozitúrát? Oké, te mész a mosogatóhoz, én meg fekszem a kanapén és fingok. Olaszba megyünk, megint. Igen, Olaszba. Moriaggio della Vataglia-ba megyünk. Tehát Olaszországba megy a cuccos. Holnap reggel 8-as lerakó. Ott is van egy nagy Mikulás. Úgy látom, hogy ezek a évvégiek, ezek ilyen sürgős egynaposak lesznek. Átfestjük az autót pirosra? Belül? Hát nekem most ilyet nem kell, mert fel kell pakoljak. Hát főnököm már aggódott, hogy hol lehetek. Hát én meg már itt vagyok éppen, ebben a pillanatban érkezem. Lehet 3-ba, már szerintem várnak is rám, vagy én nem tudom. De megjöttem. De meg a... Na, ez most itt mit fog csinálni, erre kíváncsi leszek. Megjöttünk. Megadom a munkaszámot, és már jók is vagyunk. Szépen visszatolunk, aztán jót is leszünk. Legalábbis én úgy gondolom, hogy jót leszünk. Oké. Megjöttünk. Na kérem, fog ez menni. Most összecsomagoltam. Ez a szám, amit itt adtak nekem. Az a ver 2-é, nem a ver 3-é. Tehát most megyek át a ver 2-be.
a változatosság kedvéért. Megyek a verkéken. Úgyhogy vissza a vihatyán. Errefele. És akkor irány a ver 2. Háromig kéne odaérni, hát én nem tudom. Az is 10 kilométer. Nincsen, csak ugye, mivel írta, hogy sürgősen menjek át a Berg3-ba, én ahogy megérkeztem, ugye nem tudtam leadni a papírt. Ezért aztán, hát mondom, jó van akkor, amíg nem jön a srác, addig fogom és kivontom az oldalát, szépen kinyitok. Úgy, ahogy kell. És aztán úgy is tettem. Szépen kinyitottam. Leszedtem a léceket, szépen oda tettem, ahova kell. És aztán másodjára is a szám az jó lett, és akkor utána mondja a srác, hogy a szám az tényleg jó, csak ez a ver 2. Hát akkor mit lehet tenni? Át kell menni a ver 2. Hátra, mint előre, irány a ver 2. Megpróbálunk ott felrakodni, hátra sikerült. Ott viszont nem megy ennyire egyszerűen a történet. Hát az csúnya lenne, hogyha én most itt elmennék a ver 2 felét. Ja, mert ez még mindig vissza akar vinni. Kanyarodok, fölmegyek az irodába, odaadják a papírokat, azzal sorba állok, ha van még sor. És akkor aztán vagy azt mondják, hogy felejtsük el egymást, mert már nem raknak meg. Még vannak itt, úgyhogy még rakodnak. Úgyhogy akkor én most itt besöndörödök. Fölfutok az irodába. Kiállódok. Éjla. És már futok is. Fölmentem. Már csak át kell menjek ide, és már pakolhatok is.
úgyhogy állok be. Ó, de jó, hogy most jött ő is. Ez aztán nem maradt helyen. Hova? Menem én. Felrakás megtörtént, indulás van. Húsz tonna motyót tettek ránk. Szinte végigrakták a platót. 260 km, 4 óra 20 perces vezetési idővel meg lehet csinálni, úgyhogy nagy valószínűséggel az, hogy 16 óra, 20 óra puszik. Hát mindenből meg vagyok, úgyhogy jó vagyok, hogy néz ki. Mindenből rendben vagyok, tehát van időm is, munkaidőm is van, vezetési időm is van. Nézzem én ezt a vezetési időt, hogy van 35. Akkor az 44. Ha? Jó van. Tehát van mindenből. Úgyhogy nyugodtan mehetek. 4,5 óra vezetési időre, ameddig jutok. Raktak, leködöttem. Ennyi. Jöttem. És most megyünk akkor szépen. 9 km múlva balra tartnak. Rá az A9-re. Már bocsánat, az A9-re. Akkor itt balra kell tartani. És érdemes egy picit így balra húzni. Nem úgy, nem úgy, nem úgy. Belenéz tükörbe és akkor, na, igen. Szóval, balra tartunk. Biztos, ami ziher, tartsunk balra. Tök szép ez a hely. És akkor most balra tartva megyünk 2,2-t, hogy utána rá tudunk csavarodni a pályára. Jobbra tartva villag felé, az A2-re rá kell kanyarodnunk. Ez egy olyan okos kenyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Tarts jobbra!
és aztán itt menjünk egy 132 kilométert az autópályán. Érkezünk a vörtító mellé, ismételten csak. Mivel Olaszország erre van, ezért másfelé nem lehet menni. Ezért sokszor, és erre sokat járunk. Nagyon jól néz ki szembe a hegy, és ott a tetején az a torony, főleg így, hogy csak az árnyéka látszik. Előre érkezünk, mert felső úton vagyunk, csak az a baj, hogy már meg is sötétedik, negyedik van. És ma hosszú napunk lesz. Tervezem, odáig elmegyek, és az még 4 óra 10 perc, 4 óra 18. És hát remélem, hogy eljutok odáig a 4-es fél órámba, nem kell megállni pihenni sehol. Tehát akkor sincs gond, ha meg kell állni, mert akkor legfeljebb. Már akkor a kicsit a munkaidőben megint csökkentettet kéne nyomnom. Hát majd meglátom, hogy jutok időben, mennyire tudok haladni. És itt van előttünk szembe a vörtító. Nagyon szépen néz ki, most úgy, ahogy tiszta az idő. Csak az a baj, hogy már szűnt linkát, most azért nem látjuk, de amúgy gyönyörűen néz ki. Ez is olyan, mint minden más, hogy mindig valami arcát mutatja, ami tetszik az embernek, tetszetős nagyon. Thank you.
szembe, de most már nem látszik annyira a napsütés, ahogy megsütött a felhőket és ilyen rózsaszínűre festette. Erősen szürkül már, kamera nem adja vissza, az még valahogy a fehér egyenes ugye egy kicsit arrébb van, mert sokkal-sokkal tisztábbat látja ő a képet, mint én, amit látok valójában. Világosít rajta kicsit. Érkezünk a határhoz, az osztrák-olasz határhoz. Itt az előjelző tábla mutatja, hogy 1 km múlva Olaszországba lépünk. Úgyhogy ismételten csak hétfőn reggel Olaszországba lépünk. Elérkeztünk az oszopói lejáróhoz, úgyhogy mi itt el is hagyjuk az autópályát. Még 116 km. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühös lett mindenki. Van vissza, és ezt innentől kezdve, hát erre a szokásos útvonalon. Oszopó, Santa Miguel. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Pordenone útvonalon fogjuk megtenni. Átjönni, ugye lefogtaik nekünk a oldalmat. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? De aztán valami sikerült neki, és így már tudunk is tovább haladni. Thank you.
milyen az út? Egész jól navigálva, nem? Most megnézhetjük a karácsonyi fényeit. Mint ha csak hétfő reggel lenne, amikor jöttünk, akkor is sötét volt, és ezeket láttuk. De nem még egy picit gyorsan? Csak kérdezem. Haladok az árral. Ez az, Bubi! Nyomjad neki! Ami nekem furcsa, mert ugye Magyarországon ezt nem csinálják. Ebben a nagy sötétségben. 7 fokba jelentem. 6 óra lesz 7 perc múlva. És tudunk haladni, 2 órája jövök pontosan. 104 km van vissza, ami 2 óra 15 percnek van a navigáció. Tehát ez nyilván csak akkor ott tudnánk haladni, de hát csak valami évvel lassulunk. Na mindegy, haladunk szépen, aztán meglátjuk, mi lesz. Érkezünk San Odoricóba. Ugye már lassan megtanuljuk, hogy milyennek a nevezetessége. Abba fel, én láttam már balesetes képeket, tűzoltóság.hu. Nevezetessége, hogy a végén van a szűk utca. És itt, ha egyenesen benézünk, ott ki van világítva, ismételten csak a templom tornya. Meg egy fa, nagyon szép. Megérkeztünk a szűk bejáróra, és itt most aztán szűk ám a bejáró. Két autó átépp, hogy elfértek, és ez a lényeg. Na, mi történt? Hát ennyi volt San Odorico. Küzdünk tovább, még 86 km-ünk van. 2 óra 20-as vezetési idővel vagyok, úgyhogy megérkezünk Civisbe. Itt csillagok vannak a templom tornyába. Illódó csillagok. Már nagyon készülnek a karácsonyra. A villózó fények. Ahol megcsodálhatjuk a gyönyörű fényeket.
most meg nem mondom, hogy hol vagyunk. Ki volt írva, de én most meg nem mondom. Szép sebesség, gratulálok! Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Nem csak, hogy itt egy 70-es tábla volt még, nem nem itt van el kell menni. Késik az adatbázis, de nem baj. 4,5 km múlva jobbra fogunk tartani, és megyünk rá a Fordenónél elkerülő pályára. Szervizhez, ahol aztán el kell mennünk jobbra. Szánó.
csoba, nincs itt csoba, értünk, itt van a Harley Service. Fogunk majd letérni. Ugye csináltak egy körforgalmat. Mint azóta át is adtak. Még nem adták át, de azért már ezen megyünk. Gyorsan, csak kérdezem. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. És akkor itt majd most jobbra fogunk tartani. Itt van bal oldalon a szerviz. A végénél itt van mi. Kereskedés és szerviz. Nem szeretnének mindenféle hülye információkkal feltartani, de érdemes jobbra tartani. És utána körforgalom, vagy mi? Ez egy elég nagy. Itt mi most jobbra fogunk tartani. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Gyalok én, gyalok én. Az a baj, mindenki erre gyal. Bébi, csináljuk együtt meg ezt a körforgalmat. Harmadik járat. A harmadik járaton? Itt most itt kimegyünk, bizony. Végre már egy kicsit haladósabb részre érünk. Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije? A tért kalács? Na jó, oké, oké. Az a baj, hogy ezen nem sokat megyünk most. Csak 2,9-et. Tenó para. Utána lesz egy 31 km-es szakaszunk. Úgyhogy itt akkor most haladunk egy kettőt. Érkezünk egy kis fizetős kapuhoz. Keresünk a telepasszot. Úgy nézem, hogy mindegyik az is, hogy bármelyiken mehetünk. Amelyik zölden világít természetesen. Hát akkor legyen mondjuk ez. És még megyünk 12 kilométert itt a pályán. Az A28-on vagyunk egyébként.
tehát ezt már tovább nem lehetett fizetés nélkül megúszni, úgyhogy a fizetőkapon áthaladunk, arra kell tartanunk. Biztos a vízihert, tartsunk balra. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil utokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. És itt átmenjünk a fizetőkapon. Keressük a telepaszt. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. A legbelső sávon a telepasz. Belső kettő, ahogy elnézem. Forgalomra számítsanak, kedves utasaink! Aj, nagyon jó ez, én szeretem! A második kijáraton kell majd kijönni. A második kijárat a miénk. Igen, és érkezünk Fossa Mellóba. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, hogy melyik kijáraton megy ki, de nem tudom. Megnézhetjük itt is a karácsonyi világítást. Óra múlt 10 perccel. Lesz egy körforgalmunk. Ha, Fubi, örülünk? A második járaton majd kimegyünk. Hajlamos vagyok elbizonytalanodni így menet közben. Jó tudom, persze nem most jöjjek rá, hogy merül az elem. Egyébként az is lehet. Álmosodom. A harmadik utcán forduljon. Hát balra. Balra!
24 kilométerre vagyunk a célunktól. Ez jön most, de jó. Egy körforgalom, hát én szeretem. Már az alakja miatt is. Tudják, mire emlékeztet? Mindegy. A második jelre lesz jó. Ezek ilyen egész zötyögős úton fogunk menni. Az a jó a célnál. Lesz egy körforgalmunk. Na, Kubi, örülünk? A második járaton majd kimegyünk. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Itt a célnál van egy parkoló, ahol lehet éjszakázni. Nagyon mindenki erre jön. Látod a második kijáratot? Ha? Azon hagyj ki. Hát ott van az a cég, az a City Line. Nem, picit gyorsan, csak kérdezem. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre. A második kijáraton majd kijövünk. Na most a második kijárat, az a jó. Oimo City Line, és az... Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alagutat. De ez például ennyi sem, hanem körforgalom. És ott van előtte egy parkoló, ahol tudunk éjszakázni, és ugyanabban az utcába kell mennünk gyakorlatilag ez a másik céghez. Itt még nem jártam. Jártam, úgyhogy ott megészakázunk annál a cégnél, amit ismerek, és akkor majd a holnap reggel meg. Holnap reggel pedig oda csámpázok a... Van ez a cég, ez 8 órás a lerepó. Hát gyakorlatilag ott leszünk jól egy 100 méterre. Megtorpanunk. Olyan nagyon talán nem. Egy olyan körforgalom jön, amelyben sok kijárat lesz, de nekünk csak a kettes kijárat fog megfelelni. Hm? Oké. Csak a kettes. 22 kilométerre vagyunk, és 44-40 percnek írja a navigáció. Mi jöhet még? Milyen úton fogunk még menni? Kívánok, de nekünk most sűrű dolgunk van. A második kijárat a nyerő. Számomra a körforgalmak nők, nőneműek. Miért? Hát kerek, érted? És hogy az jön. Oh, oda néz, egy csík fákból. Oh. Jó nagyváros, szósa róla, de aztán vannak fények.
sajnálják a reklámot. Érkezünk ahhoz a körforgóhoz, ahonnan alulról világítják meg reflektorokkal a felső tükröket. Ó, oh, Hungaroring! És azok... Lole, ezt a Bella körforgalom? Ha, a második járat új bien. Talán innen látszik is, hogy a fénycsóvák mennek fölfelé, és akkor onnan verődik vissza a felső tükrös részről. És akkor itt megyünk a másodikon. Látod a második kiáratot? Ha? Azon hajts ki. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Szeretem a sorozatokat, a Dr. House a kedvencem. Úgyhogy megpróbálom ezt igen. Hamarosan enyhén jobbra megyünk, vagy Lupus. Hangzik az, hogy enyhén. Enyhe hány inge, így hallom legtöbbször. Enyhén jobbra megyünk. És itt jön be az, amire számítottam, hogy itt jobbra a teherre behajtani tilos van. Mert úgy csinálták meg, hogy tovább kell menni, és akkor a körforgalmon kell átmenni, és onnan ki jobbra. Úgyhogy ezt most egy kicsit megtrükközzük, hogy be lesznek csapva a navigáció. Mert ő itt vinne el jobbra, de itt nem szabad elmenni jobbra. Na és most újra tervezett a navigáció, de ő nem ismeri ezt a körforgalmat, amiből mi itt jobbra fogunk kimenni. Jobbra fogok kimenni. Mert mi most támadjuk azt az utat. Igen, itt most megyünk a nagy semmibe. Újra tervezés. Tehát nem ismeri a navigáció, és ezért már az utat látom, amire bele fogunk csatlakozni. És így visszakaptuk azt az utat, ami az eredeti útvonalunk. Újra tervezés! Dehogy is. Jó lesz. Látom az utat, abba fogunk belecsatlakozni nem sokára. Ott van jobbra, mi? Újra tervezek, tudod mekkora meló? De fordulj vissza, ahol lehet. Az lenne igazából a legjobb, hogyha egészen hazamennék és újra kezdenénk ezt az egészet. Legközelebb nem szúrom el. Hát, fiam, az... Hoppá! Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Menjünk el, balra. Ha? Jobbra. És akkor utána pedig jobb, majd balra megyünk. Hogy oldjam ezt meg standard GPS-ben. Később balra. Hoppá, figyel az esmegy. Igen, itt majd balra megyünk. Jobb, ne bal, bal, balra megyünk, igen. És így keveredtünk vissza arra az útra, ahol ott nem engedtek el minket. Itt viszont
már egyenesen kell menni, már is... Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön! Ez inkább idegbeteg. Most már sinem vagyunk. József Attila, ugye? Nyarosan. Feltéveti most már, mert mutatják a táblák, hogy csak egyenesen szabad menni. És ezen haladunk most még. Bemegyünk a körforgalomba, ezt még fölveszem, és utána aztán megyünk túl sokat. 18 kilométerünk van a lerakóig. Egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kijárat. Úgyhogy gyakorlatilag nem a lerakóig, hanem ugye meg most nem ott állunk meg. De a lerakótól nem beszállunk meg. A második kijárat a miénk. Na, megpörgetjük. Lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kimegyünk az egyeset, már hogy az első kijárat, amit a bense lett itt volna. Ezt mindig így csinálom. Kövessük szépen a főutat. És ez alatt mondjuk halkan zenét, csak azért halkan, hogy mondjuk engem mindenképpen hallják. Körforgalom! Második kijárat. Óvatosan, második kijárat. Egy körforgalom, hagyd nézzem, apu! 8 kilométerre van a cél. Szemánglia della Battaglia, már itt van, már nem sokára érkezünk. A céges navigáció visszhogyja vinne valami jó helyre. Ezt ad el a körforgalom? Ha, a második kijárat, új bien. Számolja, 1, 2, és ott ki. Milyen helyes kis kínai tranzisztorral jöttem össze itt bent, a dobozban. Körforgalom jön. Hát itt egymást érjük a körforgalmat.
érkezünk most már ahhoz a körforgalomhoz, ahonnan el lehet menni a... Ah, oh, egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második járat. Szerintem egyszer már itt voltam. Nem biztos, hogy ez az. A második járat. Körforgalom jön, és momentán nem tudom, hogy meg hol kell kimenni. Akkor még nem ez a körforgalom volt, hanem a következő lesz. Igen, itt volt még csak az a hölgy alak. És majd... Moriaggio, itt kell bemenni Moriaggio-ba. Pappagliava, és mi nem megyünk be, hanem megyünk tovább egyenest. Igen, arra van Moriaggio della Battaglia, tehát már a helyiség az megvan. Innen már nem messze vagyunk. 3 kilométerre. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Ez itt már Moriaggio della Battaglia. A körforgalom az, igen, ami most következik. Kedves utasaink, a második kijáraton majd ki kell belőle jönni. A céges navigáció az itt visz be minket, Moriaggio. Vigyázz, vigyázz, második kijárat. És azzal már egyszer megjártam. Ó, jön egy körforgalom, hagyd nézzem, apu! Elmegyünk a körforgalomig, mert eddig itt előtte bekanyarodtunk jobbra, és ilyen hosimínös fényszerűen mentünk be, akkor jövünk ott vissza, hogyha nem lesz hely. Ez az, Bubi, nyomjad neki! Ha nem tudunk megpihenni, nem lesz parkolóhely, akkor vissza fogunk jönni. Egészen pontosan itt kellett volna bekanyarodtunk ahhoz. Ezen az úton végig menve, oda nem biztos. Még lehet, hogy elrébb. Még elrébb mindjárt itt lesz, ott mi ott a ház sarkánál. Na tehát itt kellene elkanyarodnunk ahhoz, hogyha oda mennék ahhoz a céghez, innen is be lehet menni. Hát még se, bocsánat. Még egy elejét. Itt. Azt hiszem. Hát nem. Na most, ha teljesen megvökkelődve. Ádám anyák napján itt kellett volna elmenni. Itt kéne elmenni, de ugye ez le van zárva, hál' Istennek. Itt lehetett volna bemenni arra. Ugye? És mi most szalott ki? Azt hiszem, hogy ide jövő. A Doimo, ez a másik cég. Mi cégünk az pedig a... Le. Lesz nekünk egy ilyen körforgalom breakboxunk, hogy hát bemegyünk, de az első kijárata rögtön el is. És mi bemegyünk jobbra.
Idejöttük, hogy legyünk egy kicsit itt is. Végül beállítottad, vagy végül is beállítottad te ezt a dolgot, úgyhogy most örüljél. Majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Utána balra. Még nincs meg ez a cég, de hát valahogy biztos. Nekünk itt kéne megállnunk. Van is egy kollega. Mondjuk átmeros. Legtöbbször azt szoktam mondani ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Hát, fiam, az, hoppá, akkor átköptem, utána balra. Ide beparkingolunk, és itt lesz az éjszaka. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Most utána már ott is vagyunk. Ja, azért ez jó volt. Nekem tetszett. Már az egész utazás. Olyan érdekesen vezetsz, mindegy. De hogy itt vagyunk. Nem is gondoltam volna. Hát én sem. De itt vagyunk. Én megfordulok. És itt a szélső helyre beteszem magam. Nem tudom, hogy ezt ne zárjuk. Nem fogsz akkor ezzel. Kizárjuk itt a munkat rendesen. Hát akkor ide beállok a kollega mellé. Thank you.